Ez a Korkapcsolás mai adása, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a Skype túlsó végén pedig Dr. Eberczy Keszter, biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is velünk tart. Jó napot kívánok Jeruzsálemből, áldott karácsonyt és boldog új évet, és főleg békés új évet kívánunk mindannyiunknak. Hogy telnek Jeruzsálemben az ünnepek, és egyáltalán ilyenkor Hanuka és fánk és minden egyéb? Igen, borzalmas, szörnyű, ez rosszabb, mint a Baigli szerintem. Hogyha lehet választani, akkor a szerintem a Baigli sokkal kevésbé fatális, mint a fánk és a hasonló zsírban sütött édességek. De a Hanuka kifutotta magát, végre a gyerekek is visszamentek, a lányok is visszamentek az iskolába, úgyhogy akkor most rövidebb nyugalom. A téli szünet, mint Magyarországon, ahol még ezt a hetet is megkapták. Igen, igen. Sőt, igen, itt még 8. a jövő hetet is. Na. Itt is 8 napon túl gyógyul, mondjuk úgy. Na, akkor nézzük a mai témáinkat, ugyanis azzal párhuzamosan, hogy a világ egy része ünnepi hangulatban van, nyilván a geopolitikai folyamatok meg nem állnak meg, de akkor ez lenne a nulladik kérdésem, hogy hogy látja, akár az orosz, akár az ukrán fél tekintettel volt arra, hogy az elmúlt napokban egyesek az otthon melegében reszkesetek, betörőket néztek, puncsot ittak, és azon vitatkoztak, hogy beigli vagy hanukai fánk? Hát én nem láttam egy ilyen ritmusszünetet, mondjuk úgy, ebben a háborúban, és lehet, hogy keletkezett egy olyan elvárás az első világháborúban, hogy teljesen spontánul a katonák kibújjanak a lövészárkokból, és összeölelkezzenek, és együtt ünnepeljék a karácsony. Hát ez inkább csak egy ilyen karikatúrája, mondjuk úgy, a háborúnak. Nem ez, ami jellemző a háborúkra, és most se történt meg. Láttuk ezt a csapást, a mélységi csapást Oroszország belsejében, és látunk egyéb harctevékenységeket is, tehát a háború perpetuum mobile nem áll meg egy percre sem. Na akkor talán kezdjük azzal, hogy folyamatosan azt halljuk, hogy ebben a háborúban azért is kell Ukrajnának pénzt és fegyvereket szállítani, hiszen Ukrajna az nagyon sokat szenved, és nyilván ez a lakosságra abszolút igaz. Zelenszky nemrég Amerikában volt, ahol arról beszélt, hogy az amerikai támogatások azok befektetést jelentenek a globális békébe és biztonságba, és Joe Biden is elmondta, hogy biztosítják a kéréseket. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna tényleg fontos az USA és a Nyugat számára? Igen, igen, jó kérdés, és én azt hiszem, hogy ezt nem úgy kéne ezt a kérdést megválaszolni, hogy gyorsan fölcsapjuk a Wikipédiát, és elolvassuk a Wikipédia idevágó bulláját ebben a témában. Mert látok, hogy a Wikipédiát állandóan átírják, legutoljára a recessziónak egy teljesen objektív gazdasági meghatározást is átírtak, hogy ez kényelme bársonyosabb legyen az időközi választások előtt Amerikában. Hát én azt hiszem, hogy olyan dokumentumokhoz kell nyúlni, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, amiket a múltban írtak, mikor ez a háború még nem volt téma. És ha megvizsgáljuk az Egyesült Államoknak az idevágó dokumentumait, elsősorban az elnöki hivatal által kiadott nemzetbiztonsági stratégiai jelentést, akkor azt látjuk, hogy Ukrajna igazából nem fontos. Tehát ez lenne az a papír, ez lenne az a dokumentum, ami meghatározza azt, hogy mi fontos stratégiailag az Egyesült Államoknak. És itt nem csak katonai dolgokról van szó. Ebben az elnöki stratégiai éves jelentésben benne van minden, ami a nemzetbiztonsághoz kapcsolódik. Közgazdasági megfontolások, geopolitika, energetika, tehát ezek a dolgok mind megvannak benne, és ebből aztán a hadügyminisztérium meg az amerikai fegyveres erők kreálják a saját stratégiai dokumentumaikat. Évente kiadnak egy ilyen dokumentumot. Most ha ezeket mind elolvassuk, és én elkövettem azt a hibát, hogy ezeket elolvastam 91-től egész mostanáig, akkor azt látjuk, hogy Ukrajna igazából nem fontos. Tehát a múltban nem gondoltuk azt, hogy Ukrajna fontos. A 90-es évek közepétől, végétől volt egy időszak, mikor nagyon fontos volt Ukrajna, főleg az Ukrajnában hagyott szovjet atomfegyverek és célba juttató eszközök miatt, és aztán láttuk, hogy Ukrajna gyakorlatilag eltűnik a radarról. Volt egy rövid fellángolás a 2015-ös krimi kaland kapcsán, akkor is igen mérsékelten, és 2022-ig gyakorlatilag nem hallottunk Ukrajnáról. Most akkor föltevődik a kérdés, hogy ez hogyan lehetséges. Lehet, hogy ez a dokumentum holt betű, és az Egyesült Államok nem gondolja komolyan a saját nemzetvédelmi stratégiáját. És az is lehet, hogy a fontos dolgok nincsenek ebben a dokumentumban lefektetve, annak ellen, hogy a törvény ezt megköveteli, és valójában zsírpapírja írják tintaceruzával egy petróleumlámpa fényénél a valóban titkos dolgokat. De vagy így, vagy úgy, van itt egy szakadék, mondjuk úgy,
a deklarált amerikai stratégiák között, és a között, amit az Egyesült Államok valójában csinált 2022-ben Ukrajnában. És ezt meg kell magyarázni, hogy vajon miért van ez. És nem lehet, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából nem fontos Ukrajna, mert messze van, vagy csak közvetett módon fontos, mert Oroszországon keresztül lehet gyengíteni Kínát, ami már alapból egy bonyolult eszmefuttatás, de valahol mégiscsak ezt mondják, és különbséget kell tenni az Egyesült Államok ilyen geopolitikai egyensúlyalkotó, és tudom, hogy az egyensúlyalkotó sem jó szerep, és az Egyesült Államok belbiztonsága között. Ez egy teljesen valid elmélet. Ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy akiknek a moralizálás annyira fontos, azok most magyarázzák meg, hogy morálisan hogy lehet ezt igazolni, hogy elpusztítunk egy országot meg egy népet, valamilyen geopolitikai sakjátszma. Paraszt áldozunk, hogy futott vagy gyalogot áldozunk egy geopolitikai sakjátszmában, és ezt Ukrajna 36-40 millió ember, azért, hogy valamilyen geopolitikai erőnre tegyünk szert. Tehát aki nagyon támogatja ezt a háborút, és nagyon szeret moralizálni, az most itt van neki házi feladat a hétvégéig, válaszolja meg ezt a kérdést, hogy ez hogyan lehet ezeket a dolgokat összekapcsolni. Viszont az ukrán kommunikációból, az ukrán politika kommunikációjából ez egy feloldható kérdés, hiszen azt látni, mintha ők vállalnák önként ezt az áldozati szerepet, hogy ők a világ békéért az életüket adják. Ez a mostani narratíva. Ja, nem, hát ez teljesen rendben van, viszont szerintem mindenki, aki a önálló erkölcsi döntéshozatalra szeradja a fejét, mondjuk úgy, és nem szervezi ki az erkölcsi döntéshozását a New York Timesnak, annak el kell gondolkodni ezeken a dolgokon. Én nem hiszem, hogy ez most egy olyan területre tévedtünk, ami nem a saját pályám, egy idegen pályán hajózok, de én nem hiszem, hogy fölmenthetjük magunkat avval, hogy valaki más hozta ezt az erkölcsi döntést, mondjuk egy ukrán politikus, vagy egy amerikai politikus. Tehát abban a pillanatban, mikor én, mint európai ember ezt a háborút támogatom, akkor el kell tűnődnöm azon, hogy ha ez a háború valójában, ha Ukrajna valójában nem a cél ebben a háborúban, hanem csak egy eszköz, akkor mit is támogatok itt tulajdonképpen? Tehát én nekem nem ez a szakterületem, én nem vagyok etikus. Nem vagyok a háborúnak az etikusa. Ugyanakkor én nagyon súlyos etikai problémákat látok ebben a kérdésben. Tehát Ukrajna az a légcsapó, amivel akarják csapni az orosz legyet, vagy valami ilyesmi, és közben eltörik a légcsapót is. Tehát van ebben egy komoly probléma. Van egy olyan mondás, hogy ha Isten meg akar verni egy nemzetet, akkor beküldi Afganisztánba. És láttuk ugye az oroszokat, láttuk az amerikaiakat, hogy hogyan tört bele a bicskájuk Afganisztánba. Vagy ott volt a vietnámi háború az USA szempontjából, amire ugye mindenki azt mondta, hogy majd belpolitikailag is jó lesz Amerikának, hiszen akkor el lehet mondani, hogy van egy magasztosabb cél, ez az amerikai oldal. De mostanában egyre többet lehet hallani azt, hogy Ukrajna az meg az oroszok Vietnámja lesz, és hogy látszólag könnyed feladatba valójában bele fog törni Putyinnak és az orosz vezetésnek a bicskája. Ön hogy látja, hogy kinek a Vietnáma Ukrajna, az oroszoké, vagy a nyugaté, vagy mindenkié, vagy egyáltalán összehasonlítható Ukrajna-Vietnám helyzetével? Minden analógiának meg vannak a saját határai. Tehát mikor egy háborút próbálunk egy másik háborúhoz hasonlítani, akkor mindig almákat hasonlítunk narancsokhoz. Nincs két teljesen egyforma háború. Viszont vannak történelmi mintázatok, amiken úgy el lehet gondolkodni. És én azt hiszem, hogy ebben a háborúban, hogyha ez Oroszország-Vietnámja lesz Ukrajna, akkor nagyon hamar a Nyugat-Vietnámja is lesz. Tehát ha hihetünk ezeknek a fake newsoknak, ami egyenlőre még a fake news státuszában van, de utána lehet belőle más is, tehát amik arról szólnak, hogy lengyel csapatok meg más nyugati csapatok is harcolnak Ukrajnában, ukrán egyenruhában, akkor azt látjuk, hogy ha ez igaz, akkor azt látjuk, hogy Ukrajna nagyon hamar a Nyugat-Vietnámja is lehet. És látjuk, hogy már vannak ilyen, látjuk a beismerés kezdetét, vagy a rendőrök hívek, a beismerés kezdetét látjuk, úgy az amerikaiak, mind a britek részéről, hogy vannak csapataik Ukrajnában, vannak úgynevezett amerikai revizorok, akik az ukrán leltárokat vizsgálják, vannak brit különleges erők, amik a nagykövetséget védik Kijevben, és miért volt szükség ezekre a beismerésekre? Valószínűleg azért, mert valószínűleg már vannak nyugati áldozatok ebben a háborúban, vagy ha nincs, akkor valószínűleg lesznek, ezeket valahogy meg kell magyarázni a nyugati közönségnek. És hogyha valaki
valakinek most deja vu érzése van, és eszébe jut a vietnámi háború, az pont így kezdődött. Én tudom, hogy most nagy divat Magyarországon ez az antiamerikanizmus bizonyos körökben, és az átlag antiamerikai gondolkodású magyar ember úgy képzeli el, hogy valami, egy sor gonosz amerikai egy pincében ül, petróleumlámpák fényén és dörzsölgetik a kezüket, hogy most milyen gonoszságot csináljanak, és erre azt mondom, hogy bár így lenne, bár így lenne. De általában a dolgok ennél sokkal rosszabbak. Mert azok a gonosz emberek hozhatnak esetleg egy jó döntést, és a gonosz embereket itt idézőjelbe teszem. A probléma az, hogy Amerika nem így keveredett bele a vietnámi háborúba, vagy a nyugat nem így keveredett bele a vietnámi háborúba. Nem volt egy nagy döntés, nagy stratégiai döntés, mondjuk most akkor beleállunk páros lábbal, hanem egyfajta sodródás volt. Egy lassú sodródás, ahogy az úszadékfa is sodródik, van egy ilyen elmélet a nemzetközi kapcsolatokban, az úszadékfa elmélet, az úszadékfa is sodródik a vizeken, így merült bele az Egyesült Államok egyre jobban ebbe a mocsárba, vele együtt a nyugat is, a vietnámi mocsárba, és ezt látjuk most is tulajdonképpen. Ezt látjuk most is. Látjuk a fokozatos eszkalálódást, látjuk, hogy egyre inkább jelen vannak nyugati csapatok is, vagy nyugati katonai jelenlét is, és pont így történt Vietnámban is. Egy sor apró döntés, egy sor apró taktikai döntésnek volt a végén egy nagy stratégiai, vagy nagy stratégiai hatása. És ettől félek itt Ukrajnában is. Annyit azért tanult Amerika a vietnámi háborúból, hogy bár vannak katonák, de mégse annyira közvetlen módon vesz részt a háborúban, tehát inkább közbeiktatja az ukrán katonákat, és persze kiegészíti a saját tudásával, hírszerzésével, még akár katonák is lehetnek ott, de azért a lakos, most pont néztem egy sorozatot, amiben nagyon megrendítő volt látni, hogy a testvérek például hogyan szurkoltak, hogy nehogy őket húzzák ki, hogy, mert akkor így kihúzták, hogy az ebben az évben születetteknek kell menni Vietnámba harcolni, és hogy az mennyire megviselte az amerikai lakosságot. Igen, igen, kétségtelen, és ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, mi az, ami nem volt Vietnámban, és van most, amiben egy komoly veszélyforrást látok. Vietnámban még nem voltak ezek a katonai vállalkozók, ez a Wagner, Blackwater, stb. Ezek a cégek. Mi a probléma ezekkel a cégekkel, legalábbis nyugaton? Az a probléma velük, hogy kreálnak egy szürke zónát a civilek és a legitim hadviselő felek között. Tehát mikor egy ilyen szakértő, egy ilyen zsoldos elesik Ukrajnában, egy amerikai zsoldos, akkor az most egy amerikai katona, az most a zászlóval letakarva fog hazajönni a koporsó, vagy pedig nem. Tehát van itt egy kísértés arra, hogy mivel ezek a katonák, általában ezek a zsoldosok nem jönnek haza a zászlóval letakart koporsóval, akkor nagyon könnyű ezeket küldeni, mint civil szakértőket Ukrajnába. És ez keletkezhet itt egy sikos lejtő, ami egyre jobban beszippantja az Egyesült Államokat ebben a háborúban. Tehát az ukránok előbb-utóbb már nem bírják ezt a háborút a vállaikon cipelni, akkor szükség van nyugati katonai vállalkozókra, és mikor a nyugati katonai vállalkozók is valamilyen bajba kerülnek, elvégre amerikai, vagy lengyel, vagy valamilyen más állampolgárokról van szó, most akkor meg kell menteni őket. És akkor már beküldünk egyenruhás csapatokat, és itt van nekünk, már nekünk is megvan az új Vietnámunk, nem csak az oroszoknak. Én tényleg nem szeretek ilyen veszélyes szavakkal dobálózni, de hogyha ebben a háborúban valójában a világ számos országa részt vesz, akkor az miért nem világháború? Tehát, hogy tudom, hogy a világháborúhoz az kell, hogy mindenki mindenkinek hadat üzenjen, de ha ezt a részt kitakarjuk, akkor tulajdonképpen Ukrajna területén egy világméretű konfliktus zajlik, vagy a világ számos szereplőinek részvételével zajló konfliktus zajlik. Hát, szeretnék mondani valami meglepőt. Vannak olyan hadszínterek, ahol egy állandó világháború folyik évek óta mindenki mindenki ellen. Ez a hírszerzési hadviselés egy ilyen tér, ahol látjuk, hogy szövetségesek is kémkednek egymásról, hogy használjuk a durva kifejezést, és ugyanez folyik a kibertérben is. A kibertérben is állandóan folyik egyfajta kiberhadviselés, és nem csak az ellenségre lövünk, hanem egymásra is lövünk, mert sokszor a szövetségeseinknek a titkai sokkal jobban érdekelnek minket, mint az ellenségnek a titkai. Nagyon-nagyon érdekes dolog. Aki olvasta például a Spycatcher-t, nagyon híres könyv, az MI5-nak az igazgatója írt egy könyvet a kémelhárító tevékenységről a hidegháború alatt, és látjuk, hogy milyen masszív hírszerzési erőfeszítés irányult Nagy-Britannia részéről Franciaország ellen például a hidegháború alatt. Ki gondolta volna? És látjuk ezeket a moderne botrányokat, Merkel lehallgatása, meg stb. Tehát ez a világháború létezik, csak még nem kinetikus, annyi az egész.
És mit lehet tudni akkor, amikor vannak atomhatalmak, akik láthatóan most elég feszült viszonyban vannak egymással, hogy vannak szuperhatalmak, akik most szintén egymásnak feszülnek. Nyilván ezt az orosz-ukrán háború is megmutatja, de szerintem már előtte, talán tavaly ilyenkor is elég feszült volt a hangulat a világban, hogy ilyenkor, amikor két, ugye mindig ide futtatjuk ki a végén, hogy ha ők direktben szembe mennek egymással, akkor az világháború, és ha világháború, akkor az elkeseredettebb fél az beveti a nukleáris fegyverét, bum, és mind meghalunk. Nagyjából ez szokott lenni az analógia. Igen. De lehet-e a múltból példákat hozni arra, hogy azért ezeket a konfliktusokat, tehát hogy volt-e egyáltalán a szuperhatalmak között ekkora feszültség és ilyen összecsapások, mint amiket napjainkban látunk? Hát ez egy igen összetett kérdés, és ezzel kapcsolatban néhány dolgot kell elmondani. Az első dolog az, hogy volt több tucat súrlódás mondjuk ugye a szuperhatalmak között, atomhatalmak között. A legutolsó talán 2021-ben volt, mikor a pakisztániak ágyúval lőtték Indiát, és utána az indiaiak bevetették az indiai légierőt, a pakisztániak lelőttek egy indiai repülőgépet, és foggyulejtették a pilótát. Ez volt a legutolsó ilyen eset, két atomhatalom között. Tehát az egyetlen szerencsénk ezekkel az igen gyakran, nem gyakran, de mondjuk több tucat ilyen konfliktussal az volt, hogy ezek vagy csak válság, a válság szintjét érték el, tehát még nem váltak kinetikussá, csak válságok voltak, mint mondjuk a berlini válság az 50-es évek elején, vagy pedig nagyon rövid válságok voltak. Nagyon rövid válságok voltak. Ez arról két kivétel van. Az egyik kivétel az 1969-es kínai-orosz háború, mikor a kínaiak megtámadták az oroszokat, több napon át folytak harcok kínai és orosz csapatok között, és mivel Kína már atomhatalom volt 1964-ben, az oroszok azt tervezték, atomfegyvert fognak bevetni a kínai atomlétesítmények ellen. 1969-ről beszélünk, és az Egyesült Államokhoz fordultak, és informálisan megkérdezték az amerikaiakat, hogy te, Amerika, neked mi a véleményed arról, hogyha én bevetek egy atomfegyvert, hogy ezt a kínai atomprojektet letöröljem a föld színéről, és ezt a néhány atomfegyvert megsemmisítsem. Az amerikaiak pedig nem támogatták ezt az ötletet, és ezért nem lett belőle semmi. De azt látjuk, hogy itt már az Egyesült Államok, itt már az Oroszország egy szuperhatalom, egy atomhatalom fontolgatta azt, hogy atomfegyvert tessen be egy másik atomhatalom ellen. Ez 1969-ben történt. És egy még sokkal markánsabb példa az a koreai háború. A koreai háborúban Kína már az egyik nagy hatalom, egy óriási katonai hatalom, de még nem atomhatalom. És látjuk a direkt összeütközést az Egyesült Államok és Kína között, és látjuk azt, hogy MacArthur tábornok többször is követelte, hogy az Egyesült Államok atomfegyvert vessen be Kína ellen. Tehát ez volt az egyetlen elhúzódó konfliktus, amelyiket így csípőből föl tudok hozni példaként, és az Egyesült Államoknak az atom monopóliuma ellenére nem sikerült megnyernie a koreai háborút. Sikerült egy döntetlent kisakozni Kína ellen, annak ellenére, hogy Kínának nem volt atomfegyvere. Tehát most, hogy hogyan kapcsolódik ez az ukrán háborúhoz, úgy kapcsolódik hozzá, hogy nem szükségszerű az, hogy egy helyi összeütközés amerikai vagy nyugati és orosz csapatok között a világháborúhoz vezessen, viszont a potenciál megvan benne. És hogyha ez egy ilyen koreai háború szerű helyzetté fajul, akkor ott nagyon rossz dolgok történhetnek. Ugye a koreai háború azért is fontos ebben az analógiában, mert ott a mai napig nincs béke, csak tűzszünet van. Elég hosszú ideje, és elég ingatag az a tűzszünet, de hasonló elképzelhető Ukrajnában is? Igen, mindenképpen. Nem tartom kizártnak azt, hogy valamikor a jövő év folyamán a frontok be fognak fagyni mondjuk a Dnyepernek a vonalán, jó természetes határ lehet, és kialakul egy ilyen észak-koreai helyzet, és ennek a nagy veszélye az, hogy Európa gyakorlatilag egy hadszíntérré válik. Hogyha ezt a háborút nem sikerül, paradox módon én azt hiszem, hogy Európának az az érdeke, hogy vagy így, vagy úgy, de ezt a konfliktust lezárják. A legrosszabb dolog, ami történhet Európa számára az, hogy itt kialakuljon egy ilyen elhúzódó koreai konfliktus, ami állandóan egy fegyverkezési hajszát gerjeszt a két tömb között, és néha fellángol ilyen helyi összecsapások formájában, az európai élet, az európai lét Európában nem lesz olyan, mint amilyen ezelőtt volt. Tehát én szerintem talán ennél még az is jobb, hogyha Oroszország egyértelműen győztesen kerül ki ebből a háborúból, és Ukrajnát és emleges pufferállammá alakítják át, tehát visszaállítjuk a status quo ante-t mondjuk úgy, 2008 előtti állapotokat, mint az, hogy ez a konfliktus befagyjon. Ennek van realitása ön szerint, hogy
ha Oroszország valahogy katonai sikereket érne el, és nagyon érdekes azért ez, mert hát a Donbassnak, tehát hogy Ukrajnának egy nagyon nagy részét már, vagy ha jól tudom, 20%-kal szoktak számolni, hogy Ukrajnának a 20%-et már Oroszország elfoglalta. Azért igen, ez szerintem eredmény, akárhogy is nézzük. Ehhez képest ukrán győzelmi jelentésekről hallunk, meg nyugati hurrá optimizmusról. Szóval van-e olyan pont, amikor egyáltalán ki lehet azt mondani, hogy Oroszország megnyerte ezt a háborút? Hát Oroszország mindenképpen megnyerte ezt a háborút. Látjuk ezt a hatalmas pusztítást Ukrajnában, és látjuk azt, hogy ez, ameddig ez a háború fennáll, addig nem lehet de jure fölvenni Ukrajnát a NATO-ba, addig Oroszország elérte a célját, hogy Ukrajna ne legyen NATO tag. Hát nem tudjuk pontosan, hogy mik Oroszországnak a céljai. De ha én lennék az orosz döntéshozók helyébe, akkor ez lenne az a dolog, ami a legfontosabb lenne számomra, hogy Ukrajna ne kapja meg az 5. cikkelyben biztosított védelmi ernyőt, mondjuk úgy. És ezt a céljukat sikerült elérjék. Ezt mindenképpen sikerült elérjék. És van még egy dolog, amit szeretnék mondani. Hogy a nyugat általában úgy gondolkodik a háborúkról, egy dihotómia, hogy vagy Vietnám, vagy München. Tehát ez a két szélsőséges. Tehát nem München az nem hódolni be az agresszornak, és a másik pedig az, hogy a Vietnám nem keveredni bele egy fölösleges háborúba. És eközött a két szélsőség között oszcillálom. És én azt hiszem, hogy van a szürkének egy sor árnyalata a kettő között, és tiszta, ez az egyik gondolat. A másik az, hogy tisztában kell lenni avval, hogy Oroszországot talán el lehet győzni, de egyetlen dolgot nem lehet, egyetlen dologra nem lehet rákényszeríteni. Azt, hogy lezárja ezt a konfliktust, hogyha ők nem akarják. Tehát még akkor is, ha sikerül Oroszországot kiszorítani Ukrajna területének az egészéről, ezt a konfliktust csak akkor lehet lezárni, ha Oroszország is le akarja zárni ezt a konfliktust. Tehát ezt szem előtt kell tartani. Tehát nem úgy, a győzelemnek a fogalma nem ugyanaz a két fél számára. Ezt akartam ezzel kapcsolatban mondani. Európa szempontjából egyébként melyik a jobb, egy orosz vagy egy ukrán győzelem? Én azt hiszem, hogy ezt már többször is elmondtam, és mások is így gondolják, Kissinger is így gondolja többek között, hogy Európa szempontjából a legjobb az egyfajta egyensúly. Egyfajta egyensúly. Én nem gondolom, hogy egy túlmilitarizált Ukrajna, vagy akár egy túlmilitarizált Lengyelország nagyon egészséges lenne Európa szempontjából. Általában, ha háborúról gondolkodunk, nagyon sokszor látom ezt a fajta lineáris gondolkodást, hogy minél jobb nekünk, és minél rosszabb az oroszoknak, annál jobb, és mi minél erősebbek vagyunk, és a másik fél minél gyengébb, annál jobb, és ez egy téves gondolkodás. Szeretnék ezzel kapcsolni anekdotát mesélni, hogy tört ki az első világháború tulajdonképpen, hol voltak a gyökerei. Miután Vilmos császár kiszorította nagyjából Bismarckot a pozícióiból, és ő vette át a német birodalom irányítását, akkor csinált egy haditengerészeti demonstrációt a Balti-tengeren Oroszországgal szembe. És Bismarck kérte kihallgatást a császártól, és megkérdezte, hogy de uram, miért csinálta ezt a dolgot? Miért tette ezt a dolgot Oroszországgal szembe? Azt mondta erre Wilhelm, miért tettem volna meg? Megmutattam az oroszoknak, hogy én milyen erős vagyok. Azt mondja Bismarck, nem, uram, ön téved, nem azt mutatta meg az oroszoknak, hogy ön milyen erős, azt mutatta meg az oroszoknak, hogy ők milyen gyengék. És ez két különböző dolog. Két különböző, teljesen más pozícióba sakkozunk az ellenfelet, hogyha bebizonyítjuk neki, hogy ő milyen gyenge. Tehát ez nem, semmi nem lineáris itt. Na és akkor itt jön képbe a kompromisszumnak a kérdése, hogyha azt érezné mindegyik fél, hogy elmentünk a falig, erre vagyunk képesek, de ezután már tényleg csak az öngyilkos merényletek jöhetnek, akkor köttethet-e kompromisszum. És ugye erre mindig azt mondják, hogy azért nem jó a kompromisszum, mert azt Oroszország csak időhúzásra használná fel, még jobban felfegyverezni magát. Ezzel párhuzamosan ugye Angela Merkel meg elmondta a Minszki megállapodásról, hogy annak is az volt a célja, hogy Ukrajnát megerősítsék. Érdekes volt ugye ezt hallani, ahogy a német kancellár gyakorlatilag bevallja, hogy átverték Oroszországot, és azt a Minszki megállapodást emlegeti, amire Putyin mindig hivatkozott. De hogy az oroszok hajlandók vajon a kompromisszumra, és ha történelmi távlatban nézzük, akkor a különböző olyan konfliktusok, amelyekben részt vett Oroszország, volt olyan, hogy döntetlennel zárult, vagy kompromisszummal zárult? Én azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy kicsit objektíven nézi a dolgokat, az
kénytelen szembenézni a ténnyel, hogy egy ilyen tűzszünetet mind a két fél arra használna föl, hogy megerősödjön. Ezt diktálja a háború és a geopolitika logikája. Nincs ebben semmilyen inherens orosz gonoszság, vagy nyugati, vagy amerikai gonoszság. Én nem hiszek az eredendő amerikai gonoszságnak az elvében, épp úgy, hogy nem hiszek az eredendő orosz gonoszságnak az elvében. Itt vannak a nagyhatalmak, hogy viselkedtek, mint a nagyhatalmak viselkedtek általában. Ami a kompromisszumot illeti, van egy nagyon-nagyon érdekes mintázat, ami Oroszország viselkedését illeti. Néha megéri megnézni az adatokat, és nem csak a véleményünket kimondani. És ha megvizsgáljuk Oroszország viselkedését a 19. század eleje óta, 1828 óta azt hiszem vannak adataink erről a statisztikákban, akkor azt látjuk, hogy egészen 100 éven át, egészen 1929-ig Oroszország nem volt jó abban, hogy egy háború útján döntést csikarjon ki, katonai eszközökkel döntést csikarjon ki. Oroszország háborúinak a döntő többsége egyfajta kompromisszumban, egyfajta patthelyzettel végződött. Hogy miért, ezt talán majd érdemes lenne máskor kielemezni, de az orosz hadsereg nem volt egy hatékony politikai eszköz. És akkor jöttek a szovjetek, és valami megváltozott. 1929 óta Oroszországnak gyakorlatilag egyetlen egy háborúja van, amit nem nyert meg, vagy nem zárt le abszolút győzelemmel, hanem egyfajta kompromisszummal. És ez az ukrán helyzet, az egy ilyen befagyott konfliktus. Az összes többi államközi háborút, itt nem beszélek gerilla háborúkról, mint Afganisztánban, vagy Csecsenföldön, hanem mikor az orosz állam harcolt egy másik állam ellen, 1928 óta egyik se végződött kompromisszummal. Egyik se végződött döntetlennel. Nagyon-nagyon érdekes dolog, valami megváltozott úgy az orosz katonai mechanizmusban, mint a stratégiai kultúrában, ami azt mondja, hogy nem kötünk kompromisszumot. És ez személyhez köthető, korszakhoz köthető, vagy az ellenfélhez köthető? Én azt hiszem, hogy az elsősorban az orosz stratégiai kultúrához köthető. Tehát az a mód, ahogy az orosz nép, az orosz nemzet, az orosz katonai vezetők, az orosz elit gondolkodik a háborúról, van benne valami, ami taszítja a kompromisszumnak a lehetőséget. De nem lehet, hogy az elmúlt évszázadokban a kompromisszumokat, meg a megállapodásokat állandóan felrúgták, és kiderült az, hogy nem lehet megbízni senkiben, és itt most nem csak Oroszországra gondolok, de ez ilyen nemzetközi sérelem áll, hogy nem tartják be a megállapodásokat. Ez kétségtelenül így van minden állam esetében. Ugyanakkor látjuk, hogy vannak más hatalmak, amik igenis képesek voltak kompromisszummal lezárni háborúkat, nagy hatalmak, és Oroszország erre nem egy jó példa. Tehát Oroszország ilyen szempontból egy nagyon, nagyon érdekes ez a törés az orosz történelemben, hogy 1929-ig, 100 éven át a katonai eszköz, az orosz hadsereg nem volt egy olyan katonai eszköz, amivel egyértelmű döntést lehetett kicsikarni. És 1929 után ez megváltozott. Tehát vannak itt ennek technikai, és vannak kulturális aspektusai is. Tudom, hogy ön nem jós, meg most sincs ott az üveggömb, vagy a jósgömb, amiből ki lehetne nézni, de ön mire számít, a kompromisszummal fog végződni ez a háború, vagy valamelyik fél győzelmével? Én azt hiszem, hogy ez a háború akkor fog végződni, mikor Oroszország úgy fogja érezni, hogy megkapta azokat a biztonsági garanciákat, amire szüksége van. Ahhoz, hogy Ukrajna ne váljon egy nyugati ugródeszkává ott a Oroszországnak a mondjuk ugye a bejáratánál, a bejárati ajtaja előtt. Tehát én azt hiszem, hogy ameddig ez nem fog megvalósulni, Oroszország nem fogja lezárni ezt a konfliktust. Lehet, hogy kötnek majd egy tűzszünetet taktikai okokból, lehet, hogy most Putyin elnök minden héten földob egy ilyen kísérleti, fölenged egy ilyen kísérleti lufit, mint a meteorológusok, hogy hajlandó-e valaki tárgyalni, de ez mind taktika szerintem, ez csupán taktikai. Én azt hiszem, hogy van itt egy nagyon-nagyon egyértelmű követelménye Oroszországnak, az, hogy Ukrajna ne váljon NATO taggá, se de jure, se de facto, és ameddig ez nem lesz teljesítve, az oroszok nem fognak megállni ebben a háborúban. De ugye erre szokták azt mondani, hogy ez egy orosz paranoia volt, hiszen amúgy sem volt reális Ukrajnának a NATO tagsága, és ha nem indítják el ezt a háborút, akkor is még évtizedek múlva lett volna egyáltalán valós esélye annak, hogy Ukrajna csatlakozhat a NATO-hoz. Arra meg most pont ugye írtam a könyvemet, és így fele elevenítettük, hogy Putyin azt mondta, hogy az EU-ban meg nyugodtan csatlakozzanak, mert az EU úgyis annyira rossz állapotban van, hogyha Ukrajna bemegy oda, akkor legalább magától szétesik, tehát az meg nem is volt téma, de hogy tényleg most ennyire sürgető volt beavatkozni, hogy vagy ez a NATO csatlakozás, ez amúgy nem is egy reális kérdés. Én azt hiszem, hogy
A tény, hogy Putyin elnök különbséget tett az Európai Unió és a NATO között, ez is azt mutatja, hogy a háborúnak a fő motivációja az katonai volt, biztonsági volt, és nem gazdasági, és nem ideológiai, meg ezek a mesék, amiket hallunk, hogy megijedt a demokráciától, meg ezek a nem, volt egy nagyon konkrét katonai fenyegetést, amire nagyon konkrét választ adott Oroszország. Ezt megpróbálták különféleképpen kezelni, nem sikerült, ebből lett egy háború, és a háború különleges katonai művelet, és ebből aztán most lett egy valódi háború, és ameddig erre nem kapnak választ, addig ez tovább fog folytatódni, ez a háború, ez teljesen egyértelmű. Én azt hiszem, hogy a Ukrajna katonai sikerei paradox módon Putyint igazolják. Ha nem lett volna ez a sikeres, nem lett volna ez a NATO csatlakozás, ez a lassú mozgó NATO csatlakozás, akkor Ukrajna nem tudott volna ellenállni ennek az orosz nyomásnak. A háború elején elbukott volna a Ukrajna. Tehát paradox módon az ukrán sikerek Oroszországot igazolják. Na hát, sok mindenről beszéltünk ma is, és bizonyára így lesz ez a jövőben is, mert hogy ez volt az év utolsó adása ma dr. Ebert Szikesztele, de hát jövő héten meg egy új év, új remények, új kezdete. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és még mielőtt elköszönnék, egyrészt szeretnénk megköszönni az egész éves munkáját és kellemes ünnepeket és boldog új évet. Nem, a kellemes ünnepeket már nem kell kívánni, szóval boldog új évet kívánunk, illetve a hallgatóinknak mondanánk, hogy a videónk leírásában megtalálják Ebert Szikesztelenek a honlapjának a címét, amit érdemes böngészni és érdemes figyelni, ugyanis nagyszerű tartalmak találhatók rajta, úgyhogy érdemes tehát a videó leírásában található linkre kattintani, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. És köszönjük a hallgatóinknak is a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.